Ezekben a pillanatokban a világ nagyvárosainak a Swatch butikjai előtt tömegjelentek zajlanak. Nem olyanok, mint a Moonswatch első megjelenésekor, de azért ezek kétségtelenül tömegjelentek. Amikor ezt a videót felveszem, már az európai nyitás után vagyunk néhány órával, úgyhogy már vannak olyan barátok és ismerősök, akik tudunk kérdezni, és akik már a kezükbe vették ezeket a csodákat. De hogy egyébként ez tényleg csoda, vagy csak kiüresítenek egy márkát, erről fog szólni a mai videó. Ez is, mint a legtöbb adás elérhető podcast formátumban, fent vagyunk a különböző podcast platformokon, iTunes-on, Spotify-on és Google Podcast-en is. A sorozatnak saját weboldala van, fent vagyunk Instán, és természetesen TikTokon is. De hogy mielőtt így nagyon belecsapnánk a mélyébe, egy kis történelembe azért mélyedjünk el. Magát a Blampant 1735-ben alapították, de lehet, hogy még ez sem pontos. 1735-ben kapta meg világhelyi településtől először az órásmester címet az alapító Jean-Jacques Blampant, és ez feltételezi azt, hogy ő már korábban is foglalkozott nyilván óra alkatrészek készítésével, de ezt szokták a hivatalos dátumnak nevezni. Ugye ez a legrégebbi megszakítatlanul működő óramárka a mai ismereteink szerint. Ugye olyan márkáról beszélünk, aki világválság ide, kvarcválság oda a működése folyamatos volt. Bár nyilvánvalóan nem véletlen az, hogy pont 1980 után került eladásra ez a márka. Ez részben egyébként a kvarcválságon is múlott, de ennek más családi okai is voltak. Még egy szót az alapító településről, ugye jelenleg 6ban vannak, viszont egy időben hívták a céget Rayville SA-nak, és vannak olyan számlakvariánsok, ahol ez, mint Márka név fel is tűnik, és ez a név ugye a Villarey településnek az anagrammájából van, ugye a rét az elejére tették, és akkor így alakult ki ez a viccesen hangzó cégnév és bár lehet mutatni zsebórákat és különböző érdekes szerkezeteket a Blampannak a történetéről, ja, és egy fontos dolog a nevével kapcsolatban, tehát sokan angolosan mondják, hogy Blank Pain, de ez természetesen nem igaz, ugye a Blampan az egy két francia szó, és fehér kenyeret jelent eredetileg. Most képzeljétek el az alapító neve, valami fehérkenyér József István, vagy valami nagyon hasonlót jelenthetne igazából. Azt akartam mondani, hogy a márkának a történetében természetesen vannak zsebórák, vannak saját szerkezetek, vannak konkrétan a kort meghazuttoló vékony zsebóra szerkezetek, viszont a márka nem erről lett ismert számunkra, hanem arról, hogy a 20. században, 1953-ban ők adták ki a legelső funkcionális buvárórát, ami egyébként katonai és polgári használatban is volt és ennek a sztorinak egyébként személyes vonatkozása is van abban az értelemben, hogy nem csak úgy gyártogatták az órákat, hanem a márkának az akkori vezetője, Jean-Jacques Feicher, szenvedélyes búvár volt amellett, hogy egyébként író, és számos könyve is jelent meg, és ő egyébként 95 évesen tavaly halt meg, egészen hosszú életutat hagyott maga után. Na de mindegy, szóval, hogy az a lényeg, hogy ő búvár volt, és ugye a korai búvárkodás, ugye 1950-es évekről beszélünk, a tehát itt a búvárkodásnak még az egész korai szakaszai vannak, és személyesen tapasztalta meg azt, hogy milyen, amikor ő 50 méter mélyen egyszerűen csak kifogy a palack. És ebből a sokszerű élményből érkezett az a fejlesztés a gyárba, hogy mi lenne, hogyha csinálnának egy olyan órát, ami konkrétan tudja segíteni a búvárokat. Nyilván ezzel a fajta személyes történettel, illetve legendával támogatják meg azt, hogy hogyan is alakult ki az, az egy irányba forgatható lünettának a szabadalma. És ugye a múltkori videóban, amikor azt mondtam, hogy a Rolex talált fel mindent a búvárórákkal kapcsolatban, abban elmondtam, hogy a Rolex talált fel tényleg a forgatható lünettet, ugye a törnográfon. Viszont az két irányba forgatható lünetta volt, és a korai szabmarinereken nem véletlenül van ugyanez a két irányba forgatható lünetta, ugyanis a Blampan levédette az egy irányba forgatható lünettet, és ezért, amikor a szabadalom lejárt a 80-as években, csak onnét lehetett egy irányba forgatható lünettet használni bárkinek. Ez egy érdekes színes adalék azoknak, akik egyébként még a mai napig sem hiszik el, hogy tényleg a Blampan volt az első, és nem a Rolex. 1952-ben hozták létre a francia hadibúvárokat, vagyis a Nageuse de Combatot, és az ő számukra a, felszereléshez órákat. A kérdés egyébként tök érdekes, hogy miért kellett a francia hadibúvároknak új gyártót keresni, és miért nem voltak megelégedve azzal, hogy ott volt az Omega Marine, vagy ott volt a panerai a radiomírje. Tehát, hogy mi volt az az ok, ami miatt neki keresni kellett egy teljesen új gyártót, és erre a válasz pedig az, hogy olyan elvárásaik, mint a jól olvasható számlap, a nagy méret, vagy a forgatható lünetta, és ezzel egyik sem rendelkezett. Szóval, amikor a francia haditengerészettől Robert Malubier és Claude Riffel megtalálta ezzel a búvárórának az elvárásaival, mert nekik konkrétan volt egy nagyon, font, nagyon konkrét elképzeléseik voltak arról, hogy ők milyen órát is szeretnének, akkor nyitott kapukat döngettek, mert egy hasonlón dolgoztak. Úgyhogy ezért volt az, hogy a Blampan volt végül is a legelső beszállítója a francia hadibúvároknak, majd utána az amerikai haditengerészetnek is, amihez egyébként kellett egy érdekes csavar, ugyanis Amerikában volt egy ilyen America First Act, ami azt jelentette, hogy az Amerikában gyártott termékeket részesítették előnyben, viszont ők erre kitalálták azt, hogy létrehoztak egy kis tesztlaboratóriumot Amerikában, ami ott nyilván leteszteli az órákat, és így lényegében Amerikában gyártottnak minősült az óra, ugye ezt a Swiss made kapcsolatos dolgot ismerjük ott is használnak hasonló trükköket, és a most megjelent kiadásokon is rajta van, és a korai kiadásokból is egy csomó rajta volt, a számlap közepén egy ketté osztott uh, kör, egy lemez gyakorlatilag, és ezt ugye sokan nem tudják, hogy mire való, ez konkrétan a párásodás kijelzésére volt való, ez a 50 nek a Milspec 1 egyén, tehát az első a katonai specifikációk alapján készült órájában van, az amerikai kiadásban készült, térjünk még ki a névre egy kicsit, ugye a 50 Fathoms ugye 50 ölet jelent, Ugye ez egy mértékesség, de nem használják sem esíként, sem nem esíként nincs elismerve, úgyhogy ez gyakorlatilag egy ilyen hallgatólagos, vagy, vagy csak ilyen immelámmal használt kifejezés volt, ami nagyjából 91,34 métert jelent. Ez, a palackos búvárkodásnak ez volt a, az elméleti maximuma, amit akkoriban el tudtak képzelni, úgyhogy ezért volt az az elvárás, hogy eddig a vízmélységig legyen vízelő az óra ugye ezért szerepel a 50 Fetems nek a számlapján is a 91 méter, és a most frissen kiadott Skubákon is. Ez a mélység leírás szerepel, nyilván a fajta tiszteletből. Amikor a legelső 50 fétem legyártották, akkor utána különböző búvár szakboltokban ezt az órát, mint búvár felszerelés lehetett kapni, viszont, hogyha ránézünk a márkára ma, akkor világszerte találunk rengeteg blampan üzletet, ezek viszont egyértelműen a luxus kategóriára mutatnak, és ennek az oka egyébként ugye nagyon egyszerű, amikor a blampant lényegében eladták a Swatch Groupnak a kvarcválság után, akkor a Swatch Group úgy gondolta, hogy ők inkább a márkának a Megemelnék, és ezt a fajta utilitárius megjelenést inkább magas kidolgozással, komplikációkkal, mondjuk akár turbionnal, akár mondjuk a 2011-es 50 Fathoms, X Fathom kiadást mechanikus mélységmérés és hasonlóval látták el, és ilyenkor az árcímke az nyilvánvalóan megemelkedik, ugye az X Fathomsnak az ára is valami 40 ezer dollár volt már 2011-ben is az érzésem pedig az, hogy ezekhez a fajta régi, elérhető árú gyökerekhez tér vissza a Swatch és a Blampannak a mostani Fifty Fathom Scuba kooperációja, vagy kollaborációja. De nem ennyire egyszerű egyébként a helyzet, szóval nem az van, hogy szívveli jóságból teszi ezt meg a Swatch. De megnézzük az elmúlt évek eladásait, a Blampan 330 millió svájci front forgalmat generált, úgy, hogy nagyjából 27 ezer órát adtak el. Összehasonlítjuk pedig a Vasaron Konstantinnal, ők ugye 30 000 órát adtak el, az évben, viszont a bevételük az több mint kétszer ennyi volt. Ettől függetlenül nem nagyon hallunk túl sok újdonságot a Blampan részéről, úgyhogy vannak, akik, akikkel beszéltem, és azt mondták, hogy hát válságban van a márka. Én ezt inkább stagnálásnak fognám fel, azért ezek a bevételek szabad szemmel is nagyon jól láthatóak. Viszont abban van igazság, hogy gyakorlatilag az egy, a Savage az egyik ilyen kicsit elfeledett vagy periférián lévő márkája, és pont ezért volt ideális erre a fajta kollaborációra, amire így a múlszat csak után szentek, és ez korábban is már volt erről szó, hogy lesznek más márkák is, akikkel ezt a kollaborációt meg fogják csinálni, és, én a szemben úgy gondolom, hogy tök jó, hogy ezt a dolgot megcsinálták. A, az omega is láttuk, hogy nem degradálódott a fő márka. Nyilván voltak olyanok, akik betévettek a különböző butikokba, és ott szerettek volna Moonswatch-okat venni, és elmondták nekik, hogy hát sajnos ez nem az a bolt, hanem mi itt teljesen más tárolunk, teljesen más áron és úgy gondolom, hogy a Blampannál is ilyesmi lesz. Mondjuk ott egy fokkal följebb mentek, mert a Blampan üzletekben kiállítva most kint voltak a bőröndök, viszont ott náluk nem lehetett venni, ahogy az omegáknál se lehetett múlszvacsokat venni, és ez szerintem helyén való is. A probléma akkor lenne, hogyha lehetne Blampan üzletekben is venni a 50 Fathoms szkubából, ahhoz szerintem már hát tényleg degradálnák önmagában a márkát. Nyilván tök jó marketing szempontból a szvacsnak az eladásait is pörgeti természetesen, viszont a fő szempont az az, hogy a Blampannak a láthatóságához és az ismertségéhez hozzájárul. Mert nézzük csak meg, a Blampannak néhány hónappal ezelőtt alig 300 ezer Insta követője volt, és így ugrott egy 15 ezerest, konkrétan az elmúlt egy hétnyi felhajtásban. Ez nyúl erre lehet azt mondani, hogy ezt egy bármelyik magyarországi közepes influencer megcsinálja, azért egy magát uh, egészen konzervatívan marketingelő márkának, ez szerintem egy tök nagy ugrás, és csomó ember beszél jelenleg a márkáról, a csomó ember ébredt rá, hogy basszus, van ilyen márka, sőt, hogy ez a legrégebbi óra márka, és ébredtek rá arra, hogy igen, ők igen, csak hogy, hogy jelentős uh, hozzájárulásuk van ahhoz, ahogy ma kinéz az óraipar, ahogy ma kinéznek a búvárórák, ahogy ma egyáltalán az órák léteznek, úgyhogy szerintem ezek mindenképpen fontos dolgok őszinte leszek, én szkeptikus voltam ezzel az egészszel kapcsolatban, mert amikor a muszvacsot bejelentették, már a kiadás előtti éjszaka hosszú sorok álltak a világon mindenhol, és ezt nem érzékeltem az előző éjszaka, persze, de például Düsseldorfban kint volt az egyik srácok, többen is kapcsolatban voltunk itthonról, és este 6-7 körül még az volt az információ, hogy ő az egyedülű, aki sorban áll. De a tanúság tanulsága szerint az Európában lévő ezt árusító előtt azért igencsak megnövekedett a sor, és ugye megint arról van szó, mint a múlszvacsoknál is, hogy természetesen csak kiölt butikokban lehet kapni Budapesten nem. És amit elmondtam ezzel az egészen kapcsolatban, hogy nekem végtelenül szimpatikus az, hogy megtartották az eredeti méretezést, ugye 42,3 mm-t, hogy mégsem kvarc szerkezetet tettek bele, mint a csokba, és nem rombolták le ezzel a Jean-Claude Biver által kitalált uh, szlogent, hogy sosem gyártottunk órát, és most sem fogunk, tehát, hogy beletettek egy Persze automatizált, tan összerakott System 51-es szerkezet, amire a gyártó azt mondja, hogy akár 10 évig is mehet, de azért mégiscsak két év garanciát adnak rá, és azért volt System 51 en nagyon sokan panaszkodtak rá, hogy itt tönkre ment, úgy tönkrement, cserélni kellett, nem ért annyit a csere, mint az egész óra és ilyesmi. Itt azért már más lesz a helyzet, a 400 dolláros, illetve a 390 eurós árazása mellett azért lehet, hogy elgondolkodik az ember, hogy lehet -e javítani. És egyébként annyi változott a System 51 eken hogy valamennyire szervizelhető. Ez nyilván, azt jelen, nyilván nem jelenti azt, hogy úgy szét lehet szedni, mint mondjuk bármelyik által gyártott szerkezetet, de vannak bizonyos részei, amiket már lehet cserélni. Óhatatlan az összehasonlítás a moonswatch és a színekkel kapcsolatban, és ezt meg kell tenni. Ugye a 11 színű Moonswatch után kicsit kevésnek tűnik ez az ötszínű scuba kianás, viszont egyébként tök szimpatikus az, amilyen színekben érkeztek. Nekem például a sárga az, ami nagyon tetszik, hogyha leszek néhány hét múlva Isztambulban, és megpróbálok, Isztambulban van négy swatch bútik is, úgyhogy megpróbálok az egyikben majd szerezni egyet. Még ami nagyon tetszett, hogy próbálták a Blampannak ezt a fajta igényes kidolgozottságát azzal visszaadni, hogy bár persze a System 51-es szerkezeteket nem ültek neki uh, kidolgozni és dekorálni és mindent, a tengeri világnak a különböző visszaköszönő képei vannak rajta, a System 51-es szerkezeteknek a rotorjain, és nekem a kiadásnak ez az egyik legérdekesebb színfoltja, bár ezt nyilván nem annyira fogjuk látni. Természetesen megtartották az ikonikus formavilágot, az üvegbetétes lunettaberakást, és természetesen uh, forgatható 120 klikkes lünettet tettek bele. Nekem felvételek alapján a hangja nem tűnt annyira meggyőzőnek, de azért ne felejtsük el, hogy ez mégiscsak egy műanyag a lünettája. De mindenkinek a nagy kérdés az igazából az, hogy az a hisztége és az a fajta siker, ami a Moonswatchot övezte, megismételhető -e. És erre a válaszom az, hogy szerintem nem. Nyilván az látszik, hogy maga a termék sikeres, de a sorban állók elmondása szerint a boltok kevesebb készletről számoltak be, mint egyébként a Moonswatchok megjelenésekor, tehát maga a Swatch sem számolt akkora érdeklődésre, mint amekkora a Moonswatchokat övezte. Ez szerintem azért sokat elmond, vagy önmagában ők is tudták, hogy ezért ez nem fog akkora hatalmasan nagy ovációt kiváltani, de ennek megint csak több oka van. A Musa csoknál az volt az elsődleges eladási pont, hogy azt mondhatta valaki, hogy nézzétek, kaptam egy omega órát 260-70-80, akármennyi euróért. És nyilván tudjuk, hogy ez nem omega, nyilván tudtuk, hogy ez nem egy Speedmaster. Ettől függetlenül rá volt írva, rá volt nyomtatva több helyen is, hogy omega, és aki megvette, boldog volt vele ez az effektus természetesen most is megvan, és azt mondhatod, hogy kaptál 390 euróért egy blampant, ami nyilván ugyanúgy nem igaz, ettől függetlenül rá van nyomtatva, viszont sokkal kevesebb olyan ember van, aki egyáltalán tisztában van azzal, hogy mi a franc, és az a blampam. A másik része természetesen megint az ára. Oké, okay, nincs olyan nagy különbség a kettő között, nagyjából 30%-os árkülönbségről beszélünk, nyilván beszélünk az egyik részről egy kvarc kronográf, a másik esetben pedig beszélünk egy automata óráról, nyilván a System 51, nem, ahogy már elmondtam, nem tartozik a legkeresettebb és a legnépszerűbb automata verkek közé. Ugye ez főleg abból is származik, hogy robotizáltan rakják össze, és volt pont a valamelyik nap egy beszélgetésem, a, szerintem mondhatom, Meze Istvánnal sétáltunk át a belvároson, és ő mondta, hogy és szerintem a miótákat nem robotok rakják össze, és mondtam, hogy nem, szerintem a miótákat egész érdekes körülmények között rakják össze ö, nagyon alufizetett emberek. És erre azért hümmögés volt a válasz, tehát hogy szerintem, szerintem az javarész azért még mindig nyilván mindent gépesítenek a gyártók, amik csak tudnak, de nem hiszem el, hogy ekkora hatalmasan nagy különbség lenne a között, hogy mi az, amit tud gépesíteni mondjuk a Citizen, és mi az, amit tud gépesíteni a Swatch, Plusz azért ebben olyan dolgok is vannak, hogy a Swatch konkrétan és szándékosan spórolt egy csomó mindenen, tehát hogy egy csomó helyen csapszegeket használnak, csavarok helyett és ilyesmit, tehát hogy konkrétan e, ne is lehessen alapvetően szervizelni, hanem hogy kivenni belőle, betenni a másikat és hadd szóljon. És összességében egyébként azt látom, mintha a gyártó tanult volna az előző modelleknek a hibáiból, azt a Moon swatch úgy látom, hogy nem lett javítva, viszont úgy tűnik, hogy más jellegű kristályt kaptak most az új 50 e, Nyilván, a, már önmagában az anyaguk is más, plusz kaptak egy karcolásmentes réteget, ez kicsit ilyen halottnak a csók jellegű dolog, de azért a az semminél úgy gondolom, hogy nyilván mindenképpen jobb lesz. Ugye emlékszünk a Neptun verziónak a színengedésére, amit azért a következő verzióknál kiavítottak, és ezeknél a, a szkubáknál én most nem számítok arra, hogy különböző színengedési problémák lennének. Kaptak egy ilyen egészen stílusos NATO szíjat, és szerintem egyébként ezek a NATO szíjak tök jól néznek ki. És egészen mutatósok is lettek. Viszont van egy érdekesség, amivel kapcsolatban itt az egészre felhívnám mindenkinek a figyelmét. Eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag ilyen rojálókos trükköt vetett be jelenleg a szavac. Ugye a rojálók volt az első óra, aki aranyóra árban adott el acélt, viszont a Swatch most szerintem az első gyártó, akik acél árban adnak el műanyagot. Az ez szerintem, ez se semmi. Tehát a legelső kiadás, ez a krém színű, ez viseli az Arctic Ocean nevet, a sárga viseli természetesen a csendes óceán nevet, nem mintha a sárga egyébként olyan nagyon csendes név lenne, a kék kiadás viseli az Atlanti óceán nevet, a zöld kiadás viseli az indiai óceán nevet, és akkor ebből kitalálhattuk, hogy a fehér kiadás viseli a déli tenger, vagyis hát az Antarctic Ocean nevet. És természetesen dolgok, amik nem változtak, lényegében a teljes tóka, lünetta, a csat és minden biokerámiából van. Maga a szerkezet van csak egyébként fémből. Az üvegbetétes berakások a lünettán ugyanabból az anyagból vannak, mint az órának a kristálya, ami elvileg most a múlszvacsokhoz képest keményebb, és kapott egy karcálló réteget is, de ettől még természetesen nem lesz zafirból, de azért a semminél sokkal jobb. És a kommunikációs anyagban többször is kiemelték, hogy maguk a NATO szíjak azok a különböző óceánokból kihalászott tengeri halászhálóknak az újrahasznosításából készültek. A csak azt tudnám mondani, hogy tudjátok, hogy én ellenállok mindenféle eltartott újú sznop Kodásnak meg mindennek, bár mondjuk azért, hogyha a Harry hoznának ki egy műanyag verziót, arra azért nagyon felhúznám a szemem, vagy esetleg mondjuk a Jacques de ettől függetlenül is úgy gondolom, mindenben meg kell találni azt egyébként, ami vicces, ami jó fej, és, és úgy gondolom, hogy nem szabad mindenben ragaszkodni ehhez a nagyon kemény, nagyon kimért, nagyon eltartott dolgokhoz. Néha kell, hogy vicces dolgok szülessenek, mint ahogy egyébként ezt a Fifty Fathoms Scuba kiadások készültek. úgy gondolom, hogy összességében jót fog tenni a márkának, de szerintem az nem fog megtörténni belőlük, mint a Moonsvart hogy az első egy évben eladnak belőle egy millió darabot. Na és ennyit szerettem volna most a Blampan és a Swatch közös Fifty Fathoms scuba kiadásaival kapcsolatban. Örülök, hogy itt voltatok, és a helyszíni képeket pedig Zsigmond Viktornak, az Ödbár Szágódó újságírójának, illetve az aranykezű Szaniszló Marcinak köszönöm Bécsből.